A soron kívüli közgyűlést tartott a testület. Talán két jelentős pontot emeltünk ki, az egyik a Kanizsa újság megjelenése, már ami a vitát generáló faktort jelenti, másik meg a bolyai átadása, nyilván az utóbbi az nagyon nagy érdeklődésre tartott számot a városban az elmúlt napokban. Így van. A Kanizsa újság kapcsán egy technikai jellegű döntést hoztunk meg. Ugyan nem tiltja semmi, hogy a Kanizsa újság megjelenjen, nincs ilyen rendelet, nincs ilyen törvény, nincs ilyen jogszabály, de volt egy szokásjog a városnál, ami korábban minden évre meghatározta, hogy hogyan és milyen feltételekkel kerüljön kiadásra a Kanizsa újság. Mi nem láttuk ezt tavaly szükségesnek, mert hát ugyanebben a formában szerettük volna folytatni, de tényleg tiszta és egyértelmű helyzetet teremtsünk, ezért volt egy előterjesztés erről, és tulajdonképpen ebbe került egy javaslat beterjesztésre a közgyűlés, elemtől közgyűlés elfogadott volt vitát generált, tehát a Fidesz próbálta úgy beállítani ezt, mintha ez valamiféle propaganda lap lenne, de egyáltalán nincs így. Tehát ahhoz hasonlítva, hogy mondjuk mi az korábbi 5 évben egyáltalán soha nem is szólalhattunk meg a Kanizsa újságban, ahhoz képest ők a Fidesz most ebbe a ciklusba ugyan megvan általában kérdezve, de ők döntenek úgy, hogy nem szólalnak meg, szemben azzal, hogy minket meg se kérdeztek, vagy nem is kérdezték a véleményünket a korábban. Tehát tulajdonképpen ezt próbálták így kifordítani, de hát nyilvánvalóan ez teljes mértékben hazugság volt, amit itt előadtak ezzel kapcsolatban. Bolyai iskola fenntartó váltása. Igen, a Bolyai iskola fenntartóváltásával kapcsolatban egy első véleményező döntést kellett hozni a jelen pillanatban az önkormányzatnak. Ugye ez arról szólt csupán jelenleg, hogy támogatja vagy nem az önkormányzat azt, hogy az épület, ugye mert az épület maga az intézmény nem, mert az intézmény az állami fenntartású, de az épület, ami fizikálisan ott van, ugye az Erzsébetén az önkormányzat tulajdona, és hogy egyetérte azzal, hogy a református egyház közösség átvegye ezt az épületet, és ott iskolát működtessen a későbbiekben. Ez erről volt a döntés a mai napon, erről szólt, és mi mindenképp meg szerettük várni a tantestület és a szülők véleményét. Ugye korábban már ez bejött ide közgyűlés elé, akkor elhalasztottuk ezt a döntést, pont azért, mert a szülők véleménye még nem volt ismert. Mivel a szülők jelentős része, nagy része támogatta ezt a fenntartóváltást, ezért nyilvánvalóan mi is úgy döntöttünk, hogy átadjuk ezt az épületet, vagy hát legalábbis elindítjuk ezt a folyamatot, hiszen itt még nagyon sok döntés van ebben ahhoz, hogy ősszel ott tényleg el tudjon indulni az oktatással. A következő például az, hogy egy miniszteri döntés kell majd hozzá, aminek május vége a határidő, addig kell a miniszternek meghozni a döntést a fenntartóváltásról. Aztán majd utána az egymás közötti szerződésről kell beszélnünk, ugye milyen feltételekkel, milyen és hogyan adjuk át az ingatlant magát, üzemeltetés szempontjából. És aztán akkor, hogyha ez mind megvan, akkor szeptember 1-től veheti át a református egyházközség az épület fenntartását, és egyben az új iskola, régi új iskola üzemeltetés. Nem, mint talán még érdekes volt a napirendnél, hogy volt egy módosító, ami lelkiismert okokra hivatkozva végül is nem ment át. Igen, alapvetően mi pontosabban szerettük volna a polgármester úrral meghatározni azt a miniszteri döntés utáni szerződési folyamatot, ami arról szól, hogy ugye a város milyen feltételekkel és hogyan adja át ezt az épületet. Erre most még ugye nem volt benne semmiféle feltétel a mostani előterjesztésben, ez majd később kerül elénk, de alapvetően nem fajsúlyos, nem volt annyira fajsúlyos kérdés, hogy ez miatt ez megakadjon volna, akár átmegy, akár nem. A folyamat nagyjából úgy néz ki, a miénk pontosabb volt szerintem, és szabatosabb jogilag az a fajta, és a város érdekeit jobban képviselő egyébként határozati javaslat, amit mi javasoltunk, de különösebben maga a folyamat lényegét nem érinti.